Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcákon hömpölygött az esővíz, sok munkát adott a tűzoltóknak a szerdai esőzés. Elkészültek a medence javításával, már a próbaüzem zajlik a szekszárdi strandon. A Fidesz szerint szégyen, a város vagyonának felélésével példálózik az Éjjel-Szekszárd. Enyhülő szabályok. Bonyhádon is lehet látogatni a kórházban. Sok munkát adott a katasztrófavédőknek a szerdai esőzés. Összesen 38 esethez riasztották őket. Voltak olyan településrészek Tolna megyében, ahol szó szerint hömpölygött a víz az utcákon. Az utcán hömpölygött a sáros esővíz a szekszárdi szőlőhegyen. A Facebookra töltötték fel ezt a videót. A készítője meg is jegyzi, hogy ilyet korábban még soha nem látott. Hát még ilyen nem volt itt, én még ilyen esőt nem láttam itt sose. Ezen a másik amatőr videón pedig az látszik, hogy hőgyészen az autók sárvédőjéig ért a lehullott esővíz. Rövid idő alatt több mint 70 mm esett Tolna megye nagy részén. A katasztrófa védőknek bőven volt munkájuk. Tegnapi nap folyamán egészen mai napig hajnali 5 óráig bezáróan 38 esetben riasztották összesen a Tolna megyei katasztrófa védelmet. Itt nem csak a hivatásos tűzoltók, hanem mellettük az önkéntes tűzoltó egyesületek is vonultak az egyes esetekhez. Összesen 15 települést érintett ez esemény. A legtöbb helyen beázott pincéket kellett szivattyúzni és sérült faágokat levágni. Összesen 15 települést érintett ugye ez a káreset, ebből 4 településen összpontosultak a beavatkozás munkái. Itt köztük volt Tolna, itt ugye az alagsorokat, valamint a pincéket veszélyeztetett, köztük volt Szerdrás, megint csak a háztartásokat illetően tört be a víz a mélyebb háztartások mélyebb pontjaira. Dunaszentgyörgyön a csapadékvíz tárolókat terítette meg az esővíz, valamint Fácánkertbe pedig az utcákat öntötte. Az esőzések során senki nem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős. A meteorológiai előrejelzések szerint legközelebb szombaton fordulhat elő újra hasonló zivatar Tolna megyében. Elkészültek a szekszárdi strand élménymedencéjének javításával a szakemberek, sőt, már fel is töltötték azt vízzel. Jelenleg a próbaüzem zajlik, ezt Ács Rezső, a város polgármestere jelentette be, miután személyesen tekintette meg a létesítményt. A strand a terveknek megfelelően július 1-én nyit ki. Már vízzel feltöltve várják a nyitást a szekszárdi strand medencéi. A burkolat javításával mostanra végeztek a szakemberek, jelenleg a próbaüzem zajlik. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere jelentette be csütörtöki helyszíni bejárása után. 5,5 millió forintból elkészült a medencéknek a javítása. 2 hét múlva tervezzük a nyitást, fel vannak töltve a medencék, meg történt a víz mintavétele is. Épvizsgálat alatt van. Már az élményelemeket is tesztelik a szakemberek. A terv az, hogy július 1-én kinyit a fürdő. Tervek szerint haladt a munka, és maga a feltöltés is, tehát semmi akadály nem lehet annak, hogy a strand megnyisson. Most már csak a jó időjárásra várunk, hogy aztán a következő 2 hónapban olyan meleg legyen, hogy itt a strandot megköltsék a strandolók és a szekszárdiak természetesen. A szekszárdi strandon évente 70-80 ezeren fordultak meg korábban, idén viszont a járványveszély miatt nem tudnak majd annyi vendéget beengedni, amennyit a strand kapacitása elbír, így a látogatószám valószínűleg csökkenni fog. A Fidesz szerint arcpirító, megtévesztő és tele van csúsztatásokkal az Éjjel-Szekszárd frakció egyik önkormányzati képviselőjének írása, amit a legnagyobb közösségi oldalon jelentetett meg. Máté Péter, a Fidesz-Szekszárdi frakció vezetője szerint ideje volna elkezdeni dolgozni az ÉSZ képviselőinek és megmutatni, mit tudnak adni a városnak, nem pedig a múltban bájkálni. Illés Tamás, az Éjjel-Szekszárd képviselője az egyik közösségi oldalon írt Szekszárd cégeinek helyzetéről. A vagyonkezelő Kft.-nél 105 milliós veszteséget lát a felügyelőbizottság elnökeként, holott állítása szerint 2001 és 2004 között a cég még összesen 180 millió forint osztalék befizetésével segítette a városi közfeladatok ellátását. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondja, a 105 millió forintos veszteség valójában 25 millió, a többit könyveléstechnikai módszerekkel sikerült előállítani az Éjjel-Szekszárdnak, a 2002 és 2004 között működő MSZP és liberális városvezetés ingatlan eladási gyakorlatát pedig egyenesen szégyennek nevezte. Vérlázító, hogy a
az Illés Tamás erre hivatkozik, 2002 és 2004 között a város fölélte a vagyonát. Tehát a vagyonkezelő Kft. Eladta az ingatlanokat olyan szinten, hogy 2700 lakásból 320 maradt, az városközponti üzleteket eladta, garázsokat eladta, tehát gyakorlatilag több milliárd vagyont úgymond fölért, értékesített, és ebből csak 180 millió forint jutott a költségvetésbe. Ez szerintem szégyen, és erre nem kell büszkének lenni, csak lehet sokan nem emlékeznek. Beszéljünk az igazságról. Máté Péter elmondta, hogy a Fidesz 2006-os választási győzelme után állították le a vagyonkezelő cégnél az ingatlan eladásokat, addigra viszont rengeteg városközponti értékes üzlet is kikerült az önkormányzat kezéből nyomott áron. Volt olyan étterem, amit az eladása előtt még fel is újítottak. Szekszárd ezután kezdett a városi vagyon gyarapításába, peres eljárásokon keresztül megvásárolták a korábbi garai éttermet és még több értékes belvárosi ingatlant, valamint a vagyonkezelő saját eszközeiből megvette a mai garai élménypince épületét is, amit pályázatból felújítottak. 2006-tól mostanáig több mint 13 milliárd forinttal nőtt a város eszközállománya, amiben az ingatlanok is benne vannak, a teljes vagyonnövekedés pedig a 20 milliárdot is meghaladja. A vagyonkezelő által üzemeltetett piaccal kapcsolatban Illés Tamás posztjában felmerült, hogy őstermelői piacként rendszeresebben ne csak szerdán és szombaton legyen nyitva. Máté Péter azt mondja, ha az ÉSZ képviselője, aki egyébként a cég felügyelőbizottságának az elnöke is, nem csak kampány idején járna a piacra, tudhatná, hogy a piacnap és a piaci nyitvatartás nem ugyanaz. A termelőknek lehetőségük van más napokon is árulni, ő például minden reggel ott vásárol helyi élelmiszereket. Illés Tamás arról is ír, hogy a vagyonkezelőnél több kétséges végkimenetelű per van folyamatban, ezek miatt akár több százmillió forintos kártérítési kötelezettség is sújthatja a céget. Máté Péter Fidesz frakcióvezető elmondása szerint ezek a szekszári távhőszolgáltató létrehozásához köthetők, ami miatt több per van folyamatban a korábbi szolgáltató Alfanova Kft.-vel, ezeket eddig mindet megnyerte a város. Ráutaló mondatok vannak, hogy hűtlen kezelés volt, rosszul vezették a várost, ehhez képest jobban elkezdenek dolgozni. Tehát itt a lehetőség, véget ért a rendkívüli jogrend, és az következik, hogy dolgozzanak előremutatóan, és reméljük, hogy ugyanannyi gyarapodást hoznak a városnak, mint mi a város érdekében tegyenek mindent, és ne a szakértőket, átvilágítást, mindennek az előzményét keressék, próbálják meg dolgozni és bemutatni, hogy mit tudnak. Illés Tamás írása szerint a felügyelőbizottság a 2019-es beszámolót nem fogadta el, és saját hatáskörében független külső szakértő bevonásával átvilágítás megrendeléséről döntött. A Fidesz frakció vezetője ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, reméli, hogy az átvilágítást végző cég valóban független lesz, és megversenyeztetik a lehetséges jelölteket, nem pedig pályáztatás nélkül választanak, ahogy tették azt a vagyonkezelő cég ügyvezetői állásának betöltése, mert becslések szerint egy ilyen átvilágítás költsége az 5 millió forintot is elérheti. Megszűnt a látogatási tilalom a Bonyhádi Kórházban is. A családtagok ugyan bemehetnek rokonlátogatásra az intézménybe, de csak nagyon szigorú szabályok betartása mellett. A rendelőintézetbe a betegek csak előszűrés után léphetnek be. Még mindig csak szigorú ellenőrzést követően léphet beteg a Bonyhádi rendelőintézetbe. Laufer Éva ápolási igazgató azt mondja, az elmúlt hetek tapasztalata az, hogy most már csak az jön el a szakrendelésekre, akinek tényleg szüksége van az ellátásra. Péntektől a kórházi látogatási rend is változott. Mindenképpen szeretnénk azt kérni, mindenkinek az az érdeke, hogy a beteg hozzátartozóját is védeni szeretné nyilvánvalóan, bár megértjük azt, hogy nagyon hosszú látogatási tilalom után óriási az emberekben a vágy, hogy a szeretteiket meglátogassák, de kérjük, hogy ezt nagyon körültekintően tegyék. Erre vannak konkrét szabályok is, amiket a mi intézményünknek is be kell tartani, de amellett az embereknek a józan eszére és ítélőképességére is nagyon-nagyon támaszkodunk. Egy beteghez egy látogató érkezhet, és maximum 20 percig tartózkodhat a kórteremben. Sőt, van olyan szoba, ahová felváltva érkezhetnek csak a családtagok, mert az adottságok ezt teszik lehetővé, mondja az ápolási igazgató. Van egy beléptetési pontunk, ez a főportán keresztül történik, ahol egy egészségügyi szakdolgozó ugyanolyan előszűrést végez, ahogy a járóbeteg szakellátásban, tehát bizonyos fertőzésre utaló kérdéseket tesz föl, hőmérsékletet mér, és ennek a
birtokában mehet valaki be az osztályra. Ha valaki csak csomaggal akar kedveskedni beteg hozzátartozójának, azt naponta 1 és 3 óra között a főportán adhatja le. Megújult a főutca és a bekötő út bátán. A fejlesztési munkákra már nagy szükség volt, mert az útszakaszon 30 éve végeztek utoljára komolyabb felújítást. Felújították a Bátai főutca jelentős szakaszát és a bekötő utat. A Szekszárdi közúti igazgatóság már tavaly tervbe vette a Bátai önkormányzat kérelmét, de a munkálatok csak idén tavasszal kezdődtek el. Nagy örömömre végre a KPM, vagyis hát a közúti igazgatóságon keresztül állami pénzből megvalósul Bátán a főutcának egy óriási szakasza, egész a 56-ostól a bekötő út egész végig a hídig. A felújítás már nagyon időszerű volt, mert az említett útszakaszon az elmúlt 30 évben csak foltozások történtek. A tavalyi évben hosszabb szakaszon elkészült a csapadékvízelvezetés, és a falu alszögi szakaszán a szennyvízelvezetés is, így a polgármester reméli, hogy a közeljövőben nem kell megbolygatni az utat. 20-30 éve ez a bekötő út, mint zsákfalu, soha nem volt, tehát javítások voltak, amik felfagytak, tehát elég áldatlan állapot volt már, és most egy teljesen gyönyörűen felújított utat fogunk kapni. Most már nyugalommal várjuk a szebb jövőt, mert ilyen úttal nem sok település büszkélkedhet, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. A munkálatokat június végéig valószínűleg be is fejezik. Mesztelen csigák okoznak bosszúságot a kert tulajdonosoknak. Különösen a spanyol csigák lepték el a veteményeseket, ahol sok kárt okoznak. Többféle módon lehet ellenük védekezni. Spanyol csupasz csiga és egyéb fajok lepték el a Szálkai tó melletti palatincai ház kertjét. Rendszeresen megjelennek a gazda veteményes kertjében, aki ez miatt bosszankodik, és mésszel igyekszik megszabadulni a betolakodóktól. Ez pedig már decs. Jól látszik, hogy itt is sok mesztelen csiga jelent meg a háztulajdonos udvarán. Vörös Géza növényvédelmi szakember azt mondja, a mesztelen csigák több faja szaporodott el Tolna megyében az elmúlt években. Ezek közül kiemelkedik a körülményekhez jobban alkalmazkodó szapora, sokkártevő spanyol csupasz csiga, ami előszeretettel rágja meg a növények leveleit, de gyümölcsöket is szívesen fogyaszt, különösen szárazság esetén. Csigáknál, a házatlan csigáknál nagyon sok faj, ami károsít, a kerti mesztelen csigától kezdve a budapesti házatlan csigáig, most már az új nagy ellenségünk a spanyol csupasz csiga, ami barnás-vöröses színű, nagyméretű, akár 10-12 cm-esre is megnő. Ezeknek a összetett populációja található nálunk. A mesztelen csigák ellen többféle módon lehet védekezni. Lehet vegyszerrel, növényekkel, például begóniával, fekete ribizlivel, paradicsommal, de becserkészhetjük sörcsapdával is. Másik, amit régen használtunk, árkolás, a területnek a sarkait árkolni és abba nem sót, mert azzal a talajt is tönkretesszük, hanem műtrágyát vagy hamut rakunk. A mesztelen csigák ellen a legtökéletesebb fegyver az indiai futókacsa lehet, amely kifejezetten kedveli és le is tudja nyelni azt. Ezzel a kacsával viszont az a baj, hogy másra nem igen alkalmas, ezért itthon nem tenyésztik. Hazánkban honos természetes ellenségei a béka, a gyík, a fogoly, a fácán, a vakond és a sűn. A megelőzés azonban a legjobb védekezés, tette hozzá a szakember. A csigák búvó helyeit kell megtalálni és megszüntetni, továbbá az öntözés módjára is érdemes ügyelni, mert a víz vonzó számukra. Nem szabad a teljes felületet öntözni. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Gépipari szakmák ismerete és versenye. Döntőt tartottak a Pécsi Iparkamarában. 4 napig dagonyáztak. Nagy siker volt az Offroad Fesztivál Somogybabodon. Fiatalok és idősebbek egyaránt használhatják. Új sportpark épült Szentlőrincen. Megtartották a gépésszel szakmaismereti verseny döntőjét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A járványhelyzet miatt idén a nyári szünetre tolódott az általános iskolásoknak szervezett megmérettetés fináléja. Az iparkamara már 10 éve rendezi a gépipari szakmákhoz köthető vetélkedőt, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat segítse a továbbtanulási döntésük meghozatalában.
Gyerekekkel, tanárokkal, szakemberekkel telt meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai terme szerda délelőtt. A gépésszel szakmaismereti vetélkedő megyei döntőjét tartották Pécsen. Előtte egy házi feladatot kellett teljesíteniük a döntős csapatoknak. Kaptuk ezt a robotkart, hogy ezt meg kell építeni, akkor is az is egy nagyon jó feladat volt mindenkinek szerintem. Főleg az, hogy ugye hidraulikus legyen, nem pleuma, nem, hogy vízzel menjen, ne levegővel, az is meg volt szabva, és minden szétosztottuk a munkát mindenkinek, hogy valaki fűrészelt, valaki összecsavarozta, van, aki összeragasztotta, tehát mindent így szétosztottuk. Ezek a robotkarok készültek el. A döntőben 10 állomáson kellett teljesíteniük a 3 fős csapatoknak. Ünnepi a mai alkalom, ugyanis jubilálunk. 10. alkalommal rendezzük meg a gépészel, gépipari szakmaismereti versenyünket, és még szerencse, hogy az első 2 fordulót meg tudtuk tartani, mielőtt a vírus helyzet bezárta volna az iskolákat, úgyhogy csak a döntőt kellett elhalasztanunk, és nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek és a pedagógusok a nyári szünet 2. napját hajlandóak voltak odaadni nekünk, és sikerült megszerveznünk ezt a döntőt. A versenyre 51 csapat jelentkezett, ez 153 gyermeket jelent, ami 10 év alatt az eddigi legmagasabb létszám. Közülük került a legjobb 10 a szerdai döntőbe. A zsűri elnöke szerint továbbra is jó megélhetési területnek számítanak a gépipari szakmák. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években jelentősen javult az ilyen szakmákra jelentkezőknek a létszáma. Ez nyilván örvendetes, mert ezeken a területeken tevékenykedő cégeknél nem csak nálunk, hanem sok más szégnél is rendkívüli fejlődés volt azért az utóbbi 10 évben, ami nyilván szakember igényben is jelentkezett, és már régóta követjük azt a stratégiát a gépipari klaszterban is, ugye, hogy lehetőleg fiatalabb, kisebb gyerekeket megszólítani. Így segítve a pályaválasztásukat. A 2009-ben indult gépésszel szakmaismereti verseny célja, hogy felkeltse a 6.-7. évfolyamos diákok érdeklődését a gépipari szakmák iránt, hosszú távon hozzájárulva ezzel a gépipari cégek munkaerő igényének kielégítéséhez. Feltehetően patkányméreggel kevert kutyatápot helyeztek ki Pécs belvárosában az egyik lakóház elé. A gyanús anyagról fotók is készültek, amelyek kikerültek az egyik legnépszerűbb közösségi oldalra. A terület önkormányzati képviselője szerint az ilyenfajta közveszélyokozást csírájában kell elfojtani, ezért a hatósághoz fordult, hogy kivizsgálják az ügyet. Valószínűleg patkányméreggel kevert kutyatáp. Ez látható ezeken a fotókon. A pécsi belvárosban a József utcában készültek a képek. A terület önkormányzati képviselője az önkormányzathoz, illetve a rendőrséghez fordult az ügyben. Egy poszt hívta fel a figyelmet arra, hogy a belvárosban mérget helyeztek ki, véletlenül patkánymérget közterületre, ami többszörösen is veszélyes, nyilván a kutyákra elsősorban, de akár a kisgyerekekre is, úgyhogy ez a szituáció megvalósítja egyrészt a közveszélyokozást, másrészt pedig akár az állatkínzás lehetőségét, ezért a lakosok feljelentést is tettek, jó magam pedig minden rendőrség, minden közterület felügyelet figyelmét erre felhívtam, hogy figyeljenek oda, hogyha ez bárhol máshol előfordul, és lehetőleg jelentsék be, hogyha ilyet látnak. A képviselő azt mondja, ez eddig nem volt jellemző a belvárosban. Ezért szeretné, hogy a rendőrség kivizsgálja az ügyet. Kővári János szerint már az elején véget kell vetni az ilyen közveszélyt okozó tevékenységnek a pécsi belvárosban. 35 ezer köbméter homok, 20 méterrel magasabb siratófal és 3 dagonya várta a versenyzőket a Somogy-Babodi Offroad Fesztiválon. A 4 napos rendezvényre több mint 15 ezeren látogattak el. Hazánk legnagyobb autós technikai találkozóját 34. alkalommal szervezték meg. Csapassátok neki! Igen, az orosz technika, igen! Erőfelméréssel kezdődött a 3. versenynap Somogy-Babodon. 3 próbálkozásból 2-t meg is nyert a Lada Niva, amelyet speciális módon szereltek össze. Van benne orosz is. A német hajtja, a orosz továbbítja, utána van benne kis japán, és akkor utána a hidak azok megint oroszok. Hua Seed, 1.9 Volkswagen motor, össze, sok év munkája, egy pár szor voltunk Babodon.
Idén több mint 15 ezeren látogattak el a legnagyobb hazai autós technikai rendezvényre, a Babodi Offroadra. Az érdeklődőket a siratófal mellett három dagonya is várta. A több mint három évtizedes múlttal rendelkező fesztivál egyre népszerűbb a fiatalok körében. Az én korosztályom szerintem jobban tenni, hogyha ezt a sportot űzné. Igaz, nem olyan olcsó sport, de jobb, mint a drog, az ivás, igaz? És van benne élmény. 35 ezer köbméter homok, 20 méterrel magasabb siratófal és három dagonya. Minden eddiginél több újdonság várta a versenyzőket a Somogy-Babodi Offroad Fesztiválon. Emellett több óvintézkedést is be kellett tartaniuk a koronavírus járvány miatt. Abszolút érzékelhető az, hogy nem várt nagyságú közönség érkezett. Nyilván figyelünk mindenkire, de hát azt is tudnunk kell, hogy 9 nappal ezelőtt dördült el a startpisztoly. 9 napunk volt arra, hogy ezt a rendszert fölépítsük. Szerencsére ugye 34 éve működik a Somogy-Babodi Offroad Fesztivál, és mindentől függetlenül március végétől a kollégák 35 ezer köbméter homokot hordtak a katlamba, és alakították át a katlam már kiárt részeit, mint például a siratófalat is, ami most már elképesztő lett, 20 méterrel megemelkedett a nagy siratófal, vagy megcsinálták a dagonyát, itt most már három dagonya van különböző tudású és különböző gépekkel rendelkező versenyzők részére. A fesztiválra több mint 1000 autós regisztrált. Kültéri sportpark épült Szentlőrincen. A baranyai település lakói már birtokba is vették a testedzésre kialakított felnőtt játszóteret. Az átadó ünnepségen elhangzott a Nemzeti Szabadidős Egészség és Sportprogram keretében megvalósult beruházás célja, hogy valamennyi korosztály aktívan töltse idejét a szabadban, ingyenes létesítményekben. A helyi iskolások várták, hogy átadják az új sportparkot Szentlőrincen. A kültéri testedzésre alkalmas építmény a Nemzeti Szabadidős Egészség és Sportpark program keretében valósulhatott meg a baranyai településen. Az avató ünnepségen Koltai Péter polgármester elmondta, már a műszaki átadás átvétel után birtokba vették az érdeklődők a területet. A város lakosságának kicsik és a nagyok rögtön elfoglalták a területet. Zömébe, amikor erre jártam legutoljára, akkor óvodások voltak itt. Nagyon örültek a helynek, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem az óvodásoknak készült, hanem inkább a tizenéveseknek, huszonéveseknek, illetve az a fölötti korosztálynak. Az ünnepélyes átadás után már a fiatalok is kipróbálhatták a park nyújtotta lehetőségeket. Mint azt a térség országgyűlési képviselője elmondta, Szentlőrinc mellett Siklóson, Sásdon és Szigetváron is épült egy ehhez hasonló sportpark. Nagy Csaba kiemelte, a program keretében még további 16 falu részesülhet ilyen jellegű fejlesztésben. Erre azért is van szükség, hogy a sportolást népszerűsítsék országszerte. Az egyik ilyen programelem az, hogy ilyen és ehhez hasonló sportparkokat építünk mind a megyében, mind az országban. Elindult az iskolák vonatkozásában ugye a mindennapi testnevelés, ahhoz kapcsolódóan egy infrastruktúrális fejlesztés, a tornaszobák, illetve a tornatermek, illetve a járási szinten a sportuszodák vonatkozásában, úgyhogy most egy apró lépést tettünk ennek érdekében. Az ünnepségen elhangzott egy felmérés szerint Magyarország lakosságának csupán 10-15%-a mozog rendszeresen, azaz heti 2-3 alkalommal 1 órát. Ez pedig az európai átlag alatt van. Ezért is fontos, hogy olyan közösségi tereket alakítsanak ki, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti szabadidejét ingyenes, szabadtéri létesítményekben. És most nézzük még egyszer legfontosabb híreinket Tolna megyéből. Utcákon hömpölygött az esővíz. Sok munkát adott a tűzoltóknak a szerdai esőzés. Elkészültek a medence javításával. Már a próbaüzem zajlik a szekszárdi strandon. A Fidesz szerint szégyen. A város vagyonának felélésével példálózik az Éjjel-Szekszárd. Enyhülő szabályok. Bonyhádon is lehet látogatni a kórházban. Pénteken több napsütés, kevesebb felhő lesz jellemző, de ezen a napon sem zárható ki teljesen a záporok előfordulása. Éjszaka is szél fúj majd. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!